az a lényeg, hogy először is kell, hát mire használjuk ezt a remek sok gumit, amit előállítottunk, hát nem csak belőle ószert, szóval kénytelenek leszünk valami másra felhasználni. Égetünk ki egy kis vasat, vagy vasat rezet. Tehát abból lesz ugye részkábel, ami... Amit el szoktak lopni általában. Igen, de aminket most nem fogják ellopni, mert kitenni ezzel a szerverem, ahol nincs is fent senki. És hát igen, szóval, hogy lesz részkábelünk, amit remekül vezeti az áramot, és egyelőre megfelel minden igényünknek. Később ki fogjuk cserélni ilyen remek gyémántból készült üvegszálas kábelre, de még ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak szerintem. Egyet értek. Jó, kicsit nem oldalról ezt a feljárót, mert kocsmánynak minősítettem a létre, az jó lesz. Jaja, kicseréltem a létrára. Tudom, csak ezt nem szedted le. Ja, tudom. Jó, szóval, ha van rezünk, mondjuk a 12 az pont egy jó szám, akkor középre rakunk rezet, és két szélére rakjuk a gumit, ilyen beborításként, és ebből lesz részkábel. És vajon 24 részkábelünk, ez már remekül vezeti az áramot, csak hát kell is termelni. Most ez kell egy generátor, amit ugye nem tudok, hogy hogy kell fejből, hogy hogy kell kapcsolni, de ez itt, mint már mondtam, nem probléma. Megnézzük, hogy hogy kell generátort kraftolni. Kell egy sütő, egy machine block, ami mindjárt elmondok, hogy hogy készül, és egy elem. Nos, a machine block az úgy készül, hogy körbe kell rakni 8 újra dolgozott fémet. Az újra dolgozott fém az úgy készül, fogjuk a sima fémet, és még egyszer kisütjük. Ezt mondjuk nem kell. És akkor lesz belőle újra dolgozott fém. És az sokkal remekebb, meg minden. Csak mindenhez az kell, és tök idegesítő, hogy folyton kell a fémet duplán kisütni. Igazából erre jó. De lassúak ezek a sütők, nem ehhez vagyok szokva. Ahhoz vagyok szokva, hogy a remek indukciós sütő 0,1 másodperc alatt kisüt egy dolgot. Most várni kell rá. Jó vicc. Igen, szóval később már hozzá fogtok szokni, hogy berakjátok a 64 vasat. Milyen 64? 464-en. Berakjátok a 640 darab vasat. Teljes inventoritokat, ami semmi más, csak vas. És várj, vas ór. Igen, és akkor a következő másodpercben kijön kétszer annyi kisütött vas. Igen, na majd ezt is megmutatjuk, szóval ezért zseniális ez. Csak kicsit nehezen indul, de exponenciálisan fog növekedni a gyorsaság. És tényleg exponenciálisan fog növekedni. Na jó. Ez idegesítő. Tényleg nem ehhez vagyok szokva. Érted, ez az, amikor így átszoksz. Eléggé rossz. Mint például ez olyan, mint hogy mondjuk megkapsz valami új cuccot, mint amilyen új gép, szerelsz bele új memóriát, és akkor örülsz, hogy mennyire gyors, és egy hét múlva mondjuk vissza kell állnod a régire, és akkor hú, hát hogy bírtam ki ilyen lassúval. Na jó, és kell elem, amit megint fogalmam sincs, hogy kell kraftolni. Nekem van. De... Nézd meg! Meg kell mutatnom, hogy hogy kell kraftolni egyszerűen. Nem baj, azért mondom, nekem van, de nézd meg! Szóval elemet úgy kell kraftolni, hogy ez nem jó, ez nem az, ez nem mutatja. Csomszor nem mutatja a... Igen, szóval úgy kell kraftolni, hogy felülre raksz egy darab kábelt. Honnan van neked kábeled? Égettél ki tint? Én? Aha. Vagy mi elemet honnan van? Nincs. Ja, akkor megmondtad, hogy van elemet. Nem, tudtam, hogy hogyan kell kraftolni. Ja, szóval felülre kell rakni egy kábelt, redstone, meg ilyen bádogot. Szóval kell égetnem bádogot is. Szóval... Na jó van.
357. 278. 25, 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10, 11. Kivilágítgattam a tetőnket. Kivilágítom a házunk oldalát, nincs jobb dolgom, amíg ez a szar ki nem ég. Ez a szar. Ja, és ablakot csinálni egyedre teljesen fölösleges. Ez luxus. Nem engedhetjük meg magunknak. Amúgy lezen csak lusták vagyunk elhasználni csütöt arra, hogy homokot égessünk üvegnek. Nem is lesz, hanem még amikor beépítjük a házikunkat. Ja. Na jó. Akkor azért minden elfetett ki. Itt szóval volt olyan, hogy így a kábelek az ablakot kitörtük és ott küldtük ki. Ez eléggé nem volt esztétikus. És van, aki azt szereti. Tinünk. Ups, oda dobtam. Redstone. És kábel. S-kábel. És abból lesz egy elem. És akkor most már össz... Van másik sütőnk, vagy azt is össze kell rakjak? Viszont nincs cobblestone-unk. Ez milyen ciki már? Lol. Vajon ha egymásra rakok két cobblestone slab-et és kibányászom, akkor két cobblestone slab lesz, vagy egy darab cobblestone? Nem tudom, minden estre rohadt nagy pazarlás. Nem, két slab lesz sajnos. De nincs cobblestone. Itt van három cobblestone. Kéne egy sütő, és nem akarom ezeket lebontani. Most el kell mennem beanyásznom a kabelt, azért ez ciki. Annak kéne a szemétanyagnak lennie, ami túltenj mindent, és csak dobáljuk. Nézzek a mapot, milyen szépen néz ki a házunk. Aha, ilyen. Bogár. Na, az világít jobbra bal. Na jó. Tök jó. Csak egy kis kabelt onnan a hegy oldalából. Kiszedek. Na. Viszek haza piros virágot. Jól teszed. Neked viszem. Ó, igazán nem kellene. Becsüld meg magad. Ilyet nem mindenki kap tőlem. Ezen a szerveren fönn van a loket. Fönt, meg egy Cenotaph nevű cucc, ami arra jó, hogyha megdeglentsz, akkor bedobálja a cuccaidat egy chestbe, és levédi lokettel. Ez ilyen nagyon hasznos dolog, amit azért raktam föl, mert a tekintben amúgy is nehezebb fejlődni, és szerencsétlen játékosoknak legyen ennyi előnyük, hogy nem száll el a cuccuk, ha meghalnak. Bár pedig meg fognak halni, mert akkor lesznek mobok, mert nem vagyunk olyan kedvesek, hogy a játékosoknak kikapcsoljuk őket. Magunknak persze kikapcsoljuk, mert hát mi megtehetjük. Jó, hoztam elég. Szét csinálok. Sütőt belőle. És megcsinálom az első generátorunkat. Ami fogja nekünk szépen termelni az áramot a szénből. Ez így rohadtul nem éri meg ilyenek, de mi ezzel most nem foglalkozunk, mert most nekünk áram kell. Bad box. A második dolog, amit kell csinálni, ahogy Szavi figyelmeztetett rá, az a battery box, vagyis röviden a bed box. Ez is a játékban a neve, hogy bed box, tehát így keresetek rá, kraftolni akarjátok, már a battery box az teljesen más. Ez más, más, fúj, nem az kell, a bed box kell. És azt úgy kell kraftolni, hogy egy kábel, három elem, és fával kitöltjük a többit, vagyis kell nekem egy elem, ami ezt kell még pin. Mert redstone az van nálam, meg kábel van nálam, meg három elem. Na szó. Unalmas, még nincsen automatikus crafting table, tehát hogy képzelek. Igen, így, fentre egy kábel, többit szépen kitöltjük. Fával kész a battery box, ez kb. Nulla energiát tud tárolni.
Jó, hát igen. Na jó, 40 ezeret a 10 millióhoz képest. Nulla. Csak úgy az arányokat vegyük, amit majd a legjobb fajta tároló egység tud. Igen, szóval furcsa így a legjobbról visszaesni a legrosszabbra. Igen, és jó. Szóval ha ebbe rakunk szenet, meg is mutatom, akkor ez elkezdi égetni ugyanúgy, mint egy furnace. Ennyi láda szerintem elég lesz majd, nem? Sok is. Amúgy nem, baj. Nem jó, hogy így egymás fölött vannak, mert nem tudjuk csövekkel belevezetni a cuccokat. De nem is akarjuk majd belevezetni csövekkel. De csövekkel akarjuk a ládákba. De akkor max a fölsőkbe vezetjük bele, mindig az alsóba meg... Nem kell ennyi ládába. Maradj el, menj nyugton. És most egy szénből lesz amúgy 4000 energia. Szóval most ezt 10 szénnel fel is töltjük szerintem most. Szóval még 9. És akkor majd amikor berakjuk a cuccokat, akkor már nem kell várni, hogy legyen energiánk. Igen. Szóval, akkor ugye mire használjuk az áramot, ha már ilyen remekül van és tároljuk. Az első dolog, amit én építek, az egy elektromos sütő, mivel ez a sima sütő, ez egyszerűen borzasztóan lassú. Tehát, hogy ez egyszerűen elviselhetetlenül lassú nekem. Hallod, lefoglalhatom a helyet az izének? Az én gyönyörű szép készítményemnek majd? Melyiknek? Az elosztósnak. Tudom gyár... melyikre gond. Az a második emeleten lesz. De a ládák nem? Nem, egész nyugodtan bármit foglalj le. Addig megmutatom, hogy kell elektromos sütőt csinálni. Electric Furnace a neve a drágának. Kell egy vas sütő, ami ugyanúgy készül, mint a sima sütő, csak vasból, vagy pedig egy sima sütőt körülveszünk így vassal, és mivel ez jobban megéri, ezt fogom csinálni, ráadásul van is sütőnk. Tehát kell vas. Igen. 9 fajta módja lesz, jó? Jó, az pont jó lesz. Oké. Igen, kell redstone, meg electronic circuit. Az electronic circuitben van iszonyat sok kábel, refined iron, meg redstone. Hova raktam a kábelt? Meg a redstone-ot. Szóval kell két circuit. Elmenjek valamiért? Gumit. Ja nem, majd az extraktorral kiszedjük a többi. Nem kell most szerintem semmi. Jó, mindjárt megölöm magamat. Kobolt majd hozhatsz. De, ez nem sürgős. Igen, tehát kell ilyen, meg redstone. És ebből lesz egy darab elektromos sütő, tehát most van két elektromos sütő. És a sebzőm ja. Ide berakta ezt a ládasot, ezzel most nem foglalkozunk, ez később lesz most, ez csak úgy foglalja a helyet. 10. Annyira jól néz ki a házunk távolra. Ezeket rákötjük szépen az áramra, egyszerűen a kábellel, és kész, látszik, áram alatt van. Ez sokkal gyorsabban süt, mint a sima sütő, de meg is mutatom. Van egy kis vas. Rakjuk. És már nem valami gyors, ahhoz képest, hogy mihez vagyunk szopva, de hát viszonylag jó. Jó, most ezzel el leszünk, mert mindent berakok kisütni. Nézd az energia szintet, Szabi, mennyi energiát van még. Hát maxon vagyunk majdnem. De a szén elfogyott. Tudom, nem raktam bele többet. Csak aranyat. És ahogy ez meg van csinálni. Ide, nehogy azt higgyétek, hogy ide megy a... Láva. Ide megy bele a plusz izé, hogyha nem filmes vagy ilyen. Upgrade-eket lehet rakni majd. Azok is tök jók, de még ott nem tartok. Azt hiszem fogy az áramunk, de annyira nem durván, tehát ezek nem esznek olyan sokat, mint látjuk. Azért jó, hogyha van valamennyi szenünk, és bár a széngenerátor annyira nem éri meg, tehát olyan értelemben, hogy nagyon sok szenet eszik, még mindig jobban megéri, mintha közvetlen szénnel fűtenénk ezeket a sütőket. Hova tűnt a csáki? Csáki nálam van, kéred? Dobd már egyet. Tessék, ott egy csáki. Jó, most fogunk csinálni extraktort, ami... Jó, de hülye vagyok, nem szabadna kiégetnem mindent. Úristen. Elfejtettem a macerátort. Jó, nem baj, most megmutatom, hogy hogy ég ki, és kiégettem párat. Nem, van itt még réz, vagy mindenféle. Jó, mindegy. Igen.
Szóval ez az első fajta gép. A második gép, ami nekünk kell, ez a macerátor, ami úgy épül, hogy mindjárt megnézem. Sorting machine, ez kell, macerátor. Kell fentre három flint, egy machine block, cobblestone, electronic circuit. Szóval mit csinálsz nekem, electronic circuiteket? Igen, de hol van a kábel? Hol van ennyi kábelünk van összesen. Rifan. Hát ez nem sok, és hol van a gumi? Nincs gumi. Kell. Akkor hogyan csinálják electronic circuitet? Hossz gumit. Vágom, honnan? Nagy fából, kis fából? Nagy fából még nem lehet, mert még nincs egy macerátor. És akkor hol van tréteb? Na nincs. Csinálok. Ez könnyű. Én ide elültetek a... közelünkbe két ilyen gumifát. Jó, van már nálad elég gumi, hogy csinálj izét? Már csinálom őket. Tessék, kaptam meg. Ja, izét, rezet hozzá, please. Meg még egyetlen egy gumit. Addig szerzek flintet. Való a gold gravel. Itt van a gravel. És van 7 flint, akkor nem is kell tudni. Halló, találtam egy sokkal takarékosabb módot arra, hogy hogyan csináljunk izét. Na? Figyelj, van ilyen copper cable, vagy coppert háromat egymás mellé raksz, copper cable lesz belőle, és mellé raksz... pont ugyanannyi lesz, kiszámoltuk. Ja, tényleg. Jó, akkor csinálok egy machine blockot és... De legalább így lehet csinálni sokat. Na, akkor mit kell csinálni neked tömeggyártásban? Nem tömeggyártás, csak legyen sok elektronik circuit, mert az kell. Komolyan használtak volna az összes azért refined iron. Nekem van 18 itt. Ja, az dob már le. Na, 4 darab electronic circuitem van. Azt is, please. Add csak ide. És hozzá meg kabölt, ez tök cik ide kell kabölt még. Csináljak meg electronic circuiten? Á, nem, most ez egyelőre jó. Szóval először kell egy machine block. Ami 8 refined iron, ez megy középre, alá egy electronic circuit, 2 cobblestone és 3 flint, és kész a macerátor, amit nem ezt akartam működni, nem extractort, de mindegy, most már van macerátorunk is. Hát annyi baj legyen. Extractor, kell 4 tritep, machine block, meg electronic circuit. És a 4 tritepnek teljesen használatlannak kell lennie, különben nem fogadja el. Ez azt csinálja, hogyha összerakom, hogy ezt is lerakom. Ezt is van még izénk, kábelünk, vagy azt csináljuk? Mi van 24 kábel az első ládába? Jaj. Csak elég valamire? Elég lesz nekem. Ó, még van 2 borítatva, azt beborítom. És... ja, ezeket is bekötjük. És... mennyi kobol kéne? Hozzak egy stacket? Egy stack mondjuk jó lesz. De nem kell annyi egyébként, mert mindjárt lesz equivalent exchange szucunk. Ja, akkor először megmutatom a extractort. Igen. Az extractor azt tudja, hogy mondjuk belerakok 64 rubber bullet-ot. Jöpsz, nem a macerátorban. És csinál belőle 64 rubbert. Ez picit lassan működik. De... működik. Ha macerátort megcsináltad, utána állj meg, please. Na jó, és... ja, csak várj meg. Jó, persze. Megmutatom, hogy mire jó. Ja, jó. És csinál belőle gumit. Egyébként még sok mindenre jó, de például erre. Jó? Macerátor. Na, a macerátor az egyik leghasznosabb dolog. Ha belerakunk egy ort, például tin ort, akkor csinál belőle egy orból 2 port,
Tehát egy tin orból lesz kettő tin por. Az is elég lassan dolgozik egyébként sajnos. És sok energiát esznek, szóval kell szén. De most már nagyon mínuszban leszünk szénnél, de rengeteget szedtem össze, szóval. Hát figyelj, van egy jó kis bányánk, amiben van még egy csomó minden. Oda kell rakni a cuccast, ezt nem. Jó. Csinál két port, és mind a kettő port, ha kiégetjük, lesz egy-egy tin. Így meg lehet kétszerezni a bányászott dolgoknak a számát. Találtunk egy aranyat, akkor nem egy aranyat találtunk, hanem kapásból kettőt. Van kobl, rakom a ládába. Jó, jó. Én még most macerálom a tint. És kell még egy macerátor, mert ez így... iszonyatos. Nem állapot. Lesz. Lockable. Ó, megvan. Na. Ezek szerint már van minden elektronikus eszközünkből legalább egy. Királyok vagyunk. Nem, még nincsen kompresszor, meg... Refinder. Jó, hát az ilyen alap. Ezekkel kell kezdeni, jó, ezek persze, a legfontosabbak. Igen. Fenébe kell refinderjon. Mit akarunk még most csinálni? Én még egy macerátort akarok építeni ilyen. Jó. Mert akkor gyorsabb. Csak kell iron, sima iron sem látok. De ott nincs iron? Nincs. Fenébe, és nem látok a dobozokba. Ó, de látok. Kiszedem a tint, mert annyira nem fontos. Ezt kiégettem. Hát igen, ez egy picit mondom lassú az elején. Van energia. Szépen működik minden. Na, ezek szerint jól állunk. Jó van akkor, ügyesek vagyunk. Ezre büszkék vagyunk. Most egy gyorsan, egy óra alatt ideig elértünk, van szép ház, meg ilyenek. Gratulálok magunknak. Jó, szerintem itt lesz ennek a résznek a vége. Köszönjük, hogy minket néztetek, jó szórakozást a Minecrafthoz továbbra is. Sziasztok! Sziasztok, Nada86 vagyok, és ez itt a Crafters, ez itt a Crafters tekítés. Folytatjuk tovább onnan, ahonnan abba hagytuk. Még itt dolgoznak a gépeink, és mi pedig megvárjuk, hogy legyen elég cuccunk ahhoz, hogy tovább tudjunk jutni. Várj, ne, mi a halált csinálsz? Már másfél órája veszünk.